célról. Van egy nagyon kedves női ismerősöm. Nem olyan régen, mivel én magam szeretem az íjat, az íjászkodást, megkért arra, hogy ő is szeretné kipróbálni, hogy hadd lőjön egy párat egy íjjal. Hát persze nagyon szívesen mentem vele, amúgy is igen kedves számomra, és elmentünk egy íjászlőtérre, ahol is életében először fogott a kezébe íjat, életében először állt be egy céltábla elé, majd az élete legelső lövésével hajszál pontosan a közepébe lőtt 20 méterről. Hogyan lehetséges ez? Ez éppen most jutott eszembe, most reggel, hogy ez miért lett lehetséges. Hát azért, mert nem volt benne semmilyen akarás. Nem volt benne csak a szándék, hogy ő szeretne lőni az íjjal. Nem volt benne elképzelés a célról, arról sem, hogy beletalálhat. Egyszerűen csak ki akarta feszíteni, el akarta engedni, de még csak ezt sem akarta, mert csak kíváncsi volt, és teljesen elengedett állapotban volt. És élete első lövésével hajszál pontosan a cél kellős közepébe lőtt. Mert nem volt ott az akarás, nem volt ott az én, nem volt ott az, hogy minden áron meg akarom mutatni, hogy, hanem elengedett volt. Egy laza állapotban, amikor minden sikerül. Ha ezt az állapotot eléred. Olyan ember is bele tud találni a cél közepébe, aki soha egyetlen egy lövés nem adott le, akkor, ha az én nincs ott a lövés pillanatában. Tehát érted? A hajszál pontosan a közepébe tud lőni akkor, ha az én nincsen ott, akkor a lövés pillanatában. Ez biztos, és célba talál. Igazából, amire figyelt maga az íj, maga a húr, hogy egyáltalán ki tudja húzni, ki tudja, meg tudja feszíteni az íjat, és egyáltalán nem gondolt arra, hogy ő beletalálhatna mondjuk a közepébe. De megtette. Minden egyes következő alkalommal is megtehette volna, ha ugyanebben az állapotban tudott volna maradni. De mivel nem, már akart ugyanolyat csinálni, ugyanolyat lőni még egyszer, aznap egyáltalán nem sikerült. Szanaszét lőtte a céltábla melletti területet, de a céltáblát sem találta el. Ennyit a célról.